Pontörösvény mai adásában először a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Kárpátalján rendezett csöndes megemlékezésekről láthatnak összefoglalót. Majd ellátogatunk az összetartozás tüze meggyújtásának több helyszínére. Ezt követően Péterfalvára viszutunk, ahol a Tiszaháti Tájmúzeum és Péterfalvi Képtár hirdetett online rajzpályázatot Szülőföldem Kárpátalja címmel. Végül a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének Horgász Juliába látogatunk. Tartsanak velünk! A különböző nyelvek melegéből keltek ki a különböző népek, melyeket az atyafiság és az együttes érdek alapján a közös szó szervezett nemzetekké. Velünk is ez történt. A magyarságot is az atyafiság és az együttes érdek alapján a sors verte egybe. Hazát a bátorsággal irányított életösztön szerzett neki, de nemzetté a magyar szó teremtette. Száz évvel ezelőtt, 1920. június 4-én írták alá az első világháborút lezáró trianoni békediktátumot, amelynek értelmében Magyarországot feldarabolták. Elvesztette területének kétharmadát, s a magyarság egyharmada a határon túlra került. 2010-ben Magyarország országgyűlése ezt a napot a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. Kárpátalján a KMKSZ eddig minden évben kulturális rendezvényeket, koszorúzásokat szervezett június 4-én, idén viszont a karantén miatt Kárpátalja szerte néma főhajtással emlékeztek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról. A koszorúzások már június 3-án elkezdődtek Mezőgecsében és Nagypaládon, 4-én pedig Szürtében és Nagybégányban folytatódtak. Már a lényeget még nem érteted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk. A Nélküled című dalt énekelték előbb Mezőgecsében, ahol ezt követően koszorúzással emlékeztek a szomorú napra, 1920. június 4-ére. A Beregszászi járási település Nemzeti Összetartozás emlékparkjánál Sín József, a KMKSZ Beregszászi középszintű szervezetének elnöke helyezte el az emlékezés koszorúját. Úgy gondolom, hogy ma már kellő optimizmussal is bátorító lélekkel beszélhetünk Trianonról, hisz jött egy olyan kormány, amelyik 2010-ben alkotmányba iktatta, hogy felelősséget vállal minden magyarért, és a magyarok pedig éljenek bárhol a világon, de egy nemzet vagyunk. Úgy gondolom, hogy optimizmust, előrelátást, kitartást, megmaradást az összetartozásunk adhat, és az összetartozásunk ad is. A térképet ne hozz elém, fiacskám! A te térképet csúf, hamis, hazug! A régi más volt. Szebb, jobb, tágasabb. A nagypaládi megemlékezésen Hangai Sándor az Én térképem című verse Oroszi Kármen előadásában hangzott el. Az ukrán-román-magyar hármas határmenti településen is néma főhajtásra gyűltek össze a helyiek, ahol Barta József, a KMKSZ alelnöke helyezte el a tisztelet koszorúját. A nemzeti kormány a nemzet akaratából a nemzeti összefogás szálait szövegeti, a pillanatnyilag magyar nemzet újraegyesítése van folyamatban, határrevíziók nélkül, a határon túli, határon átnyúló kapcsolatok és a határmenti kapcsolatok erősítésével és békés úton. A magyar nemzetpolitikának nagyon fontos része, hogy az anyaországon kívül rekedt nemzetrészek szülőföldjükön magyarként megmaradhassanak, boldoguljanak és megerősödjenek. Addig szüntelen, légy résem nemzetem. Nézd a sok csillagot, 48-56 ott ragyog.
értsd meg a lényegét. Fogjuk egymás kezét, fogjuk egymás kezét, ahogyan soha még. Némán megemlékezünk a 100 évvel ezelőtti eseményekről. Szürtében a Nemzeti Összetartozás emlékművénél koszorúzott a KMKS. Nagyon örülünk, hogy 2014-ben fel tudtuk állítani a Nemzeti Összetartozás emlékművét, elsőként a Kárpát-medencében. Braun László történész volt az ötletgazdája és a megálmodója a szobor kinézetének, Jankovics Zsolt szobrász megalkotta ezt az emlékművet, és 2014. június 1-én avattuk. A KMKS megyei szervezete úgy döntött, hogy nálunk fogják megtartani a megyei rendezvényeket a Nemzeti Összetartozás napján minden második éven. Most készültünk a 100. évfordulóra, de sajnos a karantén helyzet miatt csak egy kisebb megemlékezést tudtunk az idén szervezni. Büszkeség számunkra ez, és nagy örömmel tört el, mivel a nemzet az egységes, történelmünk, nyelvünk, kultúránk, hagyományaink minket összekapcsol, összetart, és ezt igyekszünk ápolni, megtartani. És anyanyelvem holnap is büszkén megvédem, mert én magyarnak születtem. Mert én magyarnak részlet hangzott el Babits Mihály Hazám című költeményéből, valamint Dubka György Levelek című megzenésített verséből. A jelenlévők ezt követően elhelyezték az emlékezés koszorúit és virágait. Balogh Lívia, a KMKS ungvári járási szervezetének elnöke stábunknak elmondta, a helyi magyaroknak az összetartozás érzése adhat hitet a megmaradáshoz. Itt állunk Szürtében, az ungvári járásban, ahol Kárpátalja első nemzeti összetartozás emlékműve áll. Az ungvári járásban, mely Ungvár megye legkisebb járásaként, ma három országhoz tartozik, Magyarországhoz, Szlovákiához és Ukrajnához. Az itt élő magyarság mintegy 33%-át teszi ki a lakosságnak. Azt gondolom mégis, hogy innen Ungváról, az ungvári járásból van hit, van erő, hogy a következő 100 évben megerősödjünk és megerősítsük azokat a közösségeket, iskoláinkat, egyházainkat, amelyekben ma is magyarul szól az ige, magyarul szól a szó. Hiszen egyek vagyunk nyelvben, egyek vagyunk kultúrában, egyek vagyunk imában. Majd nemes haraggal rohanunk előre. Vérkeresztet festünk majd a határkőre, és mindent letiszunk. Az lesz a viadal. Szembeszállunk mi a poklok kapuival. Nagybékányban az egy évvel ezelőtt felavatott túrószobornál emlékeztek. A rendezvény elején József Attila Nem-nem soha című verse hangzott el, majd a jelenlévők elhelyezték a tiszteletkoszorúit a Nemzeti Összetartozás Parkban található emlékműnél. Gulácsi Géza, a KMKS alelnöke elmondta, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a karantén ellenére, bár szűk körben, de méltóképpen emlékezett meg a Nemzeti Összetartozás napjáról. 100 esztendővel ezelőtt, amikor Magyarország végtagjait lemetszették, azok csak testben szakadtak el, mert azokat a lélekszálakat, amelyek szívtől szívig tartanak, és amelyek végül is a nemzet lényegi összetartó erejét képezi, azokat nem sikerült átvágni. Ezek a szálak voltak azok, amelyek a mai napig megtartották a határon túlra szakadt magyar nemzetrészeket. És ahhoz, hogy ezek a szálak tovább izmosodjanak és tovább éljenek, ehhez több dolog is kell. Elsősorban az, hogy az a kormányzati politika, amelyik a nemzetegyesítést tűzte ki céljául, ez folytatódjon a jövőben is. A másik fontos dolog, hogy a maguknak, a nemzetrészeknek is hozzá kell járulni ehhez, és nem szabad letenniük a fegyvert, és tovább kell harcolniuk, nem valaki ellen, hanem a saját nyelvük, kultúrájuk, vallásuk megőrzése érdekében. És hát harmadszor, de végül is elsősorban az Úristen kegyelme, amelyik megtartotta a magyar nemzetet ezer esztendőn keresztül, és reméljük, hogy megtartja a jövőben is.
Idén, mint szerte a nagyvilágban, a Nemzeti Összetartozás napjának méltatása a karantén miatt Kárpátalján is mindenütt szűk körben történt. De az összetartozás érzése megmaradt, és lelkiekben legalább minden magyar együtt emlékezett Trianonra. Magyarország az én hazám, itt neved fel apám, anyám. Itt ringattak a bőcsőbe, e szép honnak szentődíbe. 73 ország 2551 településéről 6128-an jelentkeztek a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség által kezdeményezett Összetartozásunk tüze akcióra, amelynek az volt a célja, hogy a magyarok a világ bármely pontján egyszerre fejezhessék ki összetartozásukat. Popovics Pál ötletgazda szerint a kezdeményezés sikere minden várakozásukat felülmúlta. Kis csapatával közösen a Vereckei hágón gyújtották meg az összetartozást jelképező tüzet. Nagy öröm tölt el, mert ugye látva, hogy a világ hány földrészén, hány országán milyen pozitív visszajelzésekkel és hány tüzet vállaltak közösségek, emberek, egyáltalán nem gondoltuk volna az elején, hogy ennek ekkora fogadtatása lesz. Ilyen sokan tartják fontosnak azt, hogy a magyar emberek bárhol éljenek a világban, valamilyen formában az összetartozásukat meg tudják mutatni, ki tudják fejezni, és örülök, hogy ez az ötletünk, amit a világban működő magyar cserkészszövetségekkel közösen tudtunk megvalósítani, mint szervezők, és ebben nagyon sokan bekapcsolódtak, mint segítők. Június 4-én a Munkács melletti Kendereskén is fellobbant az összetartozás tüze. A Feszti Panoráma kilátón a KMKS Munkácsi Alapszervezete is képviseltette magát. Koroljova Erzsébet, az alapszervezet elnöke elmondta, az összetartozás egyik jelképe az ölelés, a járványhelyzet miatt elmaradt. Ehelyett ők gondolatban ölelték át egymást és a világ magyarságát. Mi Munkácson az összetartozás napját már immár 10 éve úgy szoktuk megünnepelni, hogy Munkácsi Magyarok találkozóját szervezünk a június 4-éhez legközelebbi vasárnap. 10 volt eddig, most lett volna a 11-dik, de hát sajnos a koronavírus meg a karantén miatt ugye ez elmaradt. Ezért csatlakoztunk a cserkészek felhívásához, akik kitalálták ezt a remek, majdnem online, de végül is félig online, félig pedig gyakorlatban is kivitelezett összejövetelt. Az elszakított nemzetrészeket, a külföldön élő magyarokat egy fontos lelki kapocs köti össze, emelte ki Gulácsi Géza. Ennek a léleknek a kiáradását jelképezi a tűz, mondta. Magyarországról 100 esztendővel ezelőtt lemetszett nemzetrészek életben vannak, és az, hogy életben vannak, ez tulajdonképpen egy csoda. És azt mutatja, hogy ezeket a nemzetrészeket nem csak az országhatárok kapcsolták össze, hanem valamilyen fontosabb, láthatatlan dolog, valamilyen lelki dolog, amely ember és ember között hatott, és hat a mai napig is, és tulajdonképpen ezek a lélekszálak, úgy mondjam, szívek közötti kapcsolatok, ezek megőrizték ezeket a nemzetrészeket. Mindenki ugyanaz a gondol, most elimádtuk a himnusz. Popovicsné Palojtai Márta Budapestről költözött Kárpátaljára. Akkor értette meg, hogy a magyar nyelv használata, a magyar környezet itt már nem annyira magától értetődő. Megértettem azt hiszem azt, hogy az, hogy valamiért küzdeni kell, mert nem magától értetődő, az ennek nagyon nagy értéket ad. És ezért ezeknek az embereknek a magyarsága itt nagyon értékes, mert megküzdöttek érte. Popovics Béla helytörténész az összetartozás mellett az akció helyi pozitívumait is fontosnak tartja. Gondolkodtam a tűzön, hogy hány embernek a közös munkája kellett ahhoz például, hogy ez a tűz itt Kendereskén meggyulladjon. Hoztunk fel fát, hoztunk azt, esernyő, stb. Várható volt a rossz idő. Tehát hány ember szervező munkája kellett ahhoz, hogy ide feljöjjünk, hogy ez a tűz meggyulladjon. És ez most elmondható 6000 helyszínről közel, és kicsit ezt látom, hogy a magyarságnak ez a jövője, hogy valahogy mindenki tegye a dolgát, teljesítse az állapotbeli kötelességét, tegye a dolgát becsülettel, tisztességgel, és az Isten áldásával lesz egy gyönyörű felemelkedés a nemzetnek.
A Tiszacsomai Emlékparkban is meggyújtották az összetartozás tüzét. Ez a helyszín, ahol most vagyunk, a Tiszacsomai Honfoláskori Emlékpark egy szimbolikus helyszín a Kárpátaljának, és azért fontos, hogy itt is fellobbanjon az összetartozás tüze. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség tűzültásához csatlakozott itt a Kárpátalja szerkesztősége, illetve minden kárpátaljai sajtótermék kiadó szervezet, illetve a Kárpátalja Magyar Turisztikai Tanács is. Ez a helyszín egy olyan helyszín, ami úgy gondoltuk, hogy nem maradhat ki az összetartozás tüzének a meggyújtásából. Jeles nap ez a mai, és egy jeles helyszínen vagyunk, összetartozunk. Szerte a nagyvilágba, bárki, aki magyar, mindegyek vagyunk. 100 éve írták alá a trianoni békadiktátumot. Csapon a KMKS Ungvári járási székházának udvarán is fellobbant az összetartozás tüze, ahol Balogh Lívia köszöntő szavai után Thurzó Péter atya kért áldást az egybegyűltekre, valamint a magyar nemzetre. Elkészel a fejjel, a harson a zeng, álljunk csata sorba vidáman. A csapi cserkészek is részt vettek az akcióban. Ők már előző nap összegyűjtötték, és a csapadékos időjárás miatt védett helyre vitték az összetartozást jelképező tűz meggyújtásához szükséges fát. Szívesen vettünk volna részt mi is a tűzgyújtáson fent a Vereckei hágón, de ugye ennek az akciónak nem az a lényege, hogy együtt legyünk sok cserkész vagy sok ember egy tűz mellett, hanem minél több tüzet tudjunk meggyújtani szerte a világon. Ezért döntöttünk úgy, hogy így csap mellett a mezőn rakunk egy tüzet. Még előző nap kijöttünk a gyerekekkel, és elkészítettük a száraz tűzifát, biztonságos helyre raktuk, ahol nem állhat meg, és ma ugye elég erős esőzések voltak egész nap, ezért árnyéksátor alatt raktuk meg a tüzet, és gyújtottuk is meg. A június 4-én este 20 óra 20 perckor fellobbanó több ezer lángocska annak tanújjele, hogy számunkra, magyarok számára, éljünk bárhol a világon, fontos kultúránk, hagyományaink megőrzése, amit az összetartozás tüzének meggyújtása is bizonyított. ...2010-ben a magyar kormány június 4-ét, a trianoni békeszerződés aláírásának napját, a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. A világ magyarsága megemlékezések keretében tesz tanúbizonyságot kulturális, nyelvi és nemzeti egységéről. A Tiszaháti Time Múzeum és Péterfalvi Képtár csatlakozott ehhez a rendezvénysorozathoz, és online rajzpályázatot hirdetett iskoláskorú gyermekek számára, Szülőföldem Kárpátalja címmel. A felhívásra 34-en küldték be alkotásaikat. Tiszaháti Time Múzeumban és a Péterfalvai Képtárba közel 34 alkotás érkezett be, különböző településekről. A legtöbb alkotás az a nagyszülősi járásból érkezett be, de kaptunk a beregszászi járásból is. Ezúton szeretném a gyerekeknek megköszönni, mindenki nagyon ügyes és kreatív volt, tehetségesek a gyerekeink, büszkék lehetünk rájuk. Én úgy gondolom, hogy most nekünk, kárpátaljai magyaroknak ez az idő, ez a Nemzeti Összetartozás napja, ez nagyon fontos, és ha akár virtuálisan is, de mi így tudtunk megemlékezni erről a napról. Mondjuk nekem ez a legközelebb, ez a rajz. A pályázatra beérkezett rajzok értékelése szakmai zsűri feladata volt, akik többször kerültek nehéz helyzetbe a díjazottak kiválasztásakor. Az első, még harmadik osztályos kategóriában ott külön élmény volt, mert látni volt azt a szabadságot, azt a gyermeki fantáziát, kiválogattunk is egy olyan rajzot, amely inkább az őszintességhez való, és annyira, hogy mondjam, szabadon kezelte az a korosztályos színeket, a kompozíciót, hogy ez megható volt, ott több külön díjat is próbáltunk adni, mert nehéz volt dönteni. A színes, őszinte kreatív gyermekrajzok elnyerték a szakmai zsűri tagjainak tetszését. Nagyon sok jó képességű gyereket vettem észre a munkai alapján, és akiket eddig nem is gondoltam, hogy ilyen jó rajzolnak, festenek. Úgyhogy vannak, akik helyiek, vannak, akik nem ezen a településről érkeztek be rajzok, de mindenképpen majd fogom buzdítani, fogom keresni a gyerekeket, hisz nagyon sok tehetséges gyerek van, hál' Istennek, a Tiszaháton. Hát nehéz dönteni, mert nagyon egy, hogy mondjam, szintűek, de akkor szerintem
Ezeket rakjuk félre, ezt nem tudom, ezt hagyjuk. Ezek a kezdeményezések mindenképpen nagyon fontosak, mert ilyen formában tudjuk valamilyen szinten felmérni a tehetséges gyerekeket, akik talán nem tanulnak még a művészeti iskolába, vagy valahol, és akkor elgondolkoznak, hogy a jövő pályájuk esetleg a művészettel összekötődik. Második szempontból nekünk érdekes, hogy a mai időszakban a gyermekek hogy tudnak gondolkodni, mi jár az eszükbe, és hogy élik át azt a, vagy a Trianont, vagy azt a békét, vagy azt a polietnikus formájú életet, ami Kárpátalján volt is, van is, ahol több etnikum együtt békésen tud létezni, és ezek fontos elvek voltak, ami alapján döntöttünk is. Nem sokan vannak ahhoz képest, hogy ennyi mindent tudnak csinálni, mert kórusok is van, énekelnek is, táncolnak is, iskolájuk is van, rajziskolák, művészeti iskolájuk, múzeumok is van, képtárok is van, tehát elég sok ahhoz képest, amilyen kicsi ez a település. Tehát ezt csak dicsérni lehet is. Minden igyekezetükkel azon vagyunk, hogy segítsük ezt az igyekezetet, hogy legyen látnivaló eredménye az egésznek. Mivel még hatályosak a korlátozó intézkedések, az ilyenkor szokásos ünnepélyes eredményhirdetés elmaradt. A rajzpályázat győztesei és a zsűri által kiemelt külön díjas rajzok alkotói számára előkészített ajándékcsomagokat a szervezők külön-külön adták át. A horgászat erről is szól, hogy szeretem a természetet, hogyha kiülök egy tópartra, és éppen nincs fogás, vagy nincs kapás, akkor hallgathatod a madarakat. Görbüljön! Ezzel a felkiáltással kívánnak jó fogást egymásnak a horgászok. A pecabot görbülését, azaz a halfogás technikáját tanulták kicsik és nagyok a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének horgászsuliában. A nap rövid eligazítással és áhítattal kezdődött. Majd a gyermekek és szüleik hozzáláttak a szerelések összeállításához. A program a természet szeretetére nevel és alkalmat ad a családok minőségi időtöltésére, hangsúlyozta Dancs György, az egyesület alelnöke. Ez a program egyébként minden évben megszervezésre kerül a Nagycsaládos Egyesületen belül, és egy kifejezetten olyan program, ami nagyon tetszik a tagcsaládjainknak, és mindig sokan jelentkeznek rá. Én azt gondolom, hogy itt egy olyan programon vehetnek részt a családok, ahol együtt lehetnek apa a fiával, akár a apa a lányával, vagy nagypapa a lurkókkal. Úgyhogy itt a természetben, a szabadban együtt lenni. Ráadásul most még ugye az állami törvényeknek megfelelően is ugye ezt be tudjuk tartani itt a szabályokat. Egy nagyon jó együtt töltött idő lehet. A vízparti kikapcsolódásra egy salánk melletti tavon került sor, amelyet a gálok kutya táplál. Itt telepített, nemes halfajok várták a csapatot. Itten sok minden van, sokféle hal van, tehát van ponty, van kárász, van amur, van tasztalab, és van süllő, és most egy hete engedtünk bele cigány halat. Attila fertősalmásról érkezett a horgászsuliba, nem horgászott még. Úgy gondolta, itt majd elsajátíthatja az alapokat. Akarnék halakat fogni, meg akarom nézni, hogy milyeneket tudok fogni. Voltál már ezelőtt is horgászni valahova? Még nem. És honnan láttad, hogy hogyan működik? A YouTube-on néztem róla videókat. Felkapókat átdobod. Hátra lendíted. Akkor előre lendíted, elkezd a kívült alatt, tudjon lepörögni róla. A kezdő pecások a horgászbotokról, csalizásról és halakról Birta Jánost, a suli vezetőjét, tapasztalt horgászt kérdezhették. János gyermekkorától gyakorolja a 21. század kedvelt sportágát, így sok mindenben tud segíteni, tanácsot adni. Most például felszerelést állítunk össze az egyik kezdő horgásztársunknak, de gyakorlati tanácsokkal is tudok szolgálni, mivel szeretek horgászni. Bármit kérdeznek, bármilyen halfajról tudok tanácsot adni, hogy melyiket hogy lehet megfogni. Ajánl annak, aki először megy el halászni vagy horgászni, hogy szerelkezzen fel? Mit ajánlok? Hát azt ajánlom, hogy olyannal menjen, aki már nem kezdő.
hát akkor meg lesz az élménye. Aki kezdő, ha maga akarja felszerelni a botokat, akkor nem biztos, hogy fog halat, és nem biztos, hogy lesz sikerélmény. Aztán itt be is döglik a horgászat. Ha olyannal megyünk el, aki már horgászik, fogja a halakat, az tud tanácsokat adni, és akkor valóban lesz élmény. Lesz fogás. Az első halat Sipos Gergő fogta. Mit fogtál itt? Egy szép kis kárást. Egy nem annyira nagy, de jó, szép. Kezdtem már előtte is? Igen. Én már vagy háromszor, négyszer. Elsőnek jó menne nekem, elsőnek is a horgászat. Kornélnak ez már sokadik horgászsulija. Már első alkalommal az első halánál megszerette a fogás élményét. Már a kezdetektől elkezdtem, amikor volt az első horgássuli itt a Kálmanénél, és akkor én magyarófa veszővel kezdtem. És honnan volt magyarófa vesző? Együtt elmentünk az erdőre és vágtunk, és abból készítettünk egy horgászbotot. És most mivel horgász? Most már egy, hát nem komoly, de egy ilyen kezdő bottal, ami nem magyarófa vesző, de bot. A programon ez alkalommal a szervezet 20 tag családja vett részt. Az édesapák külön örültek a programnak, hiszen a gyerekekkel együtt töltött idő mellett ők is sokat tanulhattak a mesterségről. Szeretek horgászni, csak mostanában nem sok időm volt rá, és szerettem volna őt is megismertetni egy kicsit jobban ezzel a sporttal, ezzel a szabadidős tevékenységgel. A hal az még nem jött, de viszont nagyon jól érezzük magunkat, mert pont tökéletes az idő, szép a környezet, jó a társaság, úgyhogy minden szuper. Az élménydús napról természetesen senki sem tért haza üres kézzel. A pecabot görbítésének technikáját és a fogását mindenki hazavihette.